Délalföldi Teleházak által gondozott Tiszai Értékek projekt során zentai és szegedi iskolás fiatalok találkoztak, hogy megbeszéljék eddigi munkájuk eredményeit, mielőtt hozzáfognak a szegedi Tisza szakasz munkáihoz. Erről tekintsenek most meg egy rövid bejátszást. A Tisza az egyik legmagyarabb folyónak nevezhető, hiszen valamikor Magyarországon eredt, és Magyarországon folyt a Dunába, és az érdekesség most az, hogy a projektünk során már korábban a Tisza eredetének a környezetét dolgoztuk föl, Rahó környékét, és most pedig Vajdaságban a torkolatig jutottunk el, és a portálnak ez a szakasza készült el. A további feladataink pedig azok lesznek, hogy a magyarországi szakaszt is elkészítsük. Nemrég a Szegedért Alapítványtól nyertünk egy pályázatot a szegedi Tisza szakasz elkészítésére. Noha a pénz elég kevés, így egy másik pályázatot is benyújtottunk, hiszen Szeged azért egy nagy falat lesz biztos. A lakosság helyben, és hát a gyerekek is közösen, közösségben dolgozva megismerik a saját településeik értékeit. Sokszor, aki ott lakik helyben, nem mindig veszi észre, hogy mi az érték, hiszen megszokta. Soha nem felejtem el, hogy egyszer Pusztaföldváron jártam, és a földvárak találkozóját szervezték, és azon tanakodtak, hogy milyen süteménnyel fogadják a többi falu résztvevőit, és mint kívülállóként ajánlottam nekik, hogy kulcsos kalácsot süssenek, holott Pusztaföldváron a mai napig is ezt készítik lakodalmakkor, és a együttműködés jelképe. A mai nap arról szól, hogy bemutassuk az eddigi fejlesztéseket, és hát nagyon köszönjük a részvételeteket a projektbe, és hogy kidolgoztátok az értékeket, fölismertétek az értékeket, amerre jártatok. Hallottuk, hogy megy ez a projekt, és már a Tisza forrásvidéke fel van térképezve, és a Tiszának a torkolatvidéke, a Vajdaság van hátra. Hát közel van ez hozzánk ugye Szegedhez, és egyébként is sok vajdasági gyerekünk van itt az iskolában, és nagyon szívesen vállalkoztak. 14 gyereket összegyűjtöttem, lelkes gyereket, gimnazista és általános iskolás, fiúk és lányok, és 14 kinti értéket kaptunk, amit úgy tudtunk feltérképezni, hogy egy kirándulás kezeletében elmentünk, és meglátogattuk ezeket a helyszíneket, ami nagyon nagy élmény volt a gyerekeknek. Persze tollal, füzettel és fényképezőgéppel indultunk az útra. Én egy civil szervezetnek a vezetője vagyok, és a Vajdaságban Zentáról. A Takács Ágnessel és a Teleházak Regionális Szövetségével már többször pályáztunk közösen, és így indult a közös munka ez alkalommal is. De mivel én pedagógus vagyok, a Zentai Gimnáziumban dolgozok, és hát tehát a helyi iskolában mindegy, hogy középiskola vagy általános iskola, pedagógusok ismerjük egymást és együtt dolgozunk, így akkor én dolgoztam 14 általános iskolás tanulóval. A zentaiak azok mind általános iskolások voltak, főleg 6. és 7. osztályosok. Hát mi voltunk otthon, de nagyon-nagyon sok mindent nem ismertek a gyerekek. Én két dolgot szeretnék kiemelni, amit én nagyon fontosnak tartok, amit megtanulhattak ennek a közös munkának a során. Az egyik az, hogy egyáltalán találkoztak azzal a fogalommal, hogy helyi értéktár, vajdasági értéktár. Tehát ezek a számukra
Tehát Vajdaságban ez még nem annyira ismert, tehát nem olyan régen, egy évvel ezelőtt alakult meg vajdasági szinten. Tehát ezek a gyerekek már egy fontos lépést tettek ebben az irányban, hogy ezekkel a dolgokkal megismerkedtek. A másik pedig az, hogy nagyon sok mindent ők sem ismertek ezekből a témákból, amiket ők feldolgoztak.